A Varsói Világkupán első helyezést ért el Székusz Zoltán díjugrató. Őt kérdeztük a verseny részleteiről. A Varsói Világkupán első helyezést ért el Székusz Zoltán díjugrató. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a világkupáról, hogyan is zajlott pontosan? Igen, ez Varsóban volt ez a világkupa forduló. Gyakorlatilag ez egy egész két éves versenysorozatnak a vége, ez a 21-22-es világkupa forduló sorozat, ahol 2021-ben indulnak a versenyek, általában tavasztól, és 2022. februárjáig tartanak, majd utána indul a 22-23-as szezon, és sok állomása van ennek a világkupa sorozatnak. Itt a kelet-európai légióban volt például Bábolna, előtte Somorja, Buzsuriszte, Bulgáriába, Budapest, lehet, hogy kihagytam egyet-kettőt, most volt Lengyelországban Varsó, majd jön még Poznan, és utána Krakkóban lesz a döntő jövő februárban. Mit tudhatunk erről a világkupáról, és mely lóval vettél részt rajta? Tulajdonképpen ez a világkupa, ez egy nagyon érdekes versenysorozat, az egész világ föl van ligákra osztva, majd a végén a ligák, a szűkebb vagy egymáshoz közelebb tartozó ligák megmérkőznek egymással, az egy liga döntő, majd onnét az első három vagy két helyezett jut tovább a nagy világkupa döntőre, ahol az egész világból általában 30 páros jut be. Ezt jövőre, áprilisban Lipcsébe fogják rendezni. Ennek az egyik állomása volt a kelet-európai kupasorozatnak, világkupasorozatnak ez a varsói. Ez egy kétcsillagos világkupa volt, ami azt jelenti, hogy a nagy díjban 140-160 cm-ig volt kiírva a versenyszám. Általában az okszerek ilyen 145 és 150 cm-esek, meredekek általában inkább 160-ok. Ez egy elég nehéz versenyszám, jól mutatja azt is, hogy 40-en indultunk a nagy díjba, 60-65 volt az elő és a közép döntőbe az induló párosok száma, abból 40 jut be a nagy díjba, és összesen két hibátlan született a 40-ből, tehát nehéz verseny volt. Voltak-e mélypontok számotokra ebben a versenyben, vagy azért zajlott, ahogy tervezted? Nem teljesen. Ugye legutóbb, mikor találkoztunk, akkor az OB után voltunk, aztán kapott Rikola egy nagyobb pihenőt, egy kis tréningversennyel Balatonvilágoson, és gyakorlatilag ilyen nagyobb előkészület nélkül utaztunk erre a versenyre. A lónak szüksége volt egy kis pihenőre, és az első két nap volt szerintem a mélypont, az első nap a legmélyebb, majd utána már egy világranglistás szám volt a második nap, ott már sikerült hibátlanul teljesíteni, de az összevetésben még ütöttünk egyet, és azt szoktuk erre mondani, hogy egyre jobban beugorja magát a ló a hétvége során. Ővele pont ez történt, hogy az első nap még egy picit a fedeles miatt akadozott a teljesítmény, a produkció, a harmadik napra viszont a nagy díjra már teljesen olajozottan működött minden. Milyen volt itt Varsóban a pálya is így a környezet ennek az egész helynek? Igen, ezek a világkupás versenyek, ezek elég speciális versenyek, és nem lovardai környezetben zajlanak ezek a versenyek, hanem egy vásárcsarnok vagy egy pavilonban feltöltve az ugratásra, a díjugratásra alkalmas homokkal, melegítő oda van mellé rakva. Így lovas szemmel vagy szakmai szemmel nézve a háttér az egy picit néha mostoha körülmények vannak, ha szabad így fogalmaznom, abban a szempontból, hogy például nem tudunk a lovakkal dolgozni délelőtt, nem tudjuk őket hol sétáltatni. Nyilván ezek nem erre vannak kitalálva. Budapesten a Papp László arénában is rendeztek világkupa fordulót, ez ugyanaz volt, csak a varsói ilyen városi csarnokba lett megrendezve. Ez az egyik hátulütője ennek, nehezebb a környezet a lovasoknak is és a lovaknak is, és azt hozzá kell tenni, hogy tőlünk nyugatabbra szinte minden versenyt ilyen helyszíneken rendeznek, azok a párosok jobban hozzá vannak ehhez edződve. Nekem a lovaim mind a hárman most voltak először ilyen környezetben. Nincs természetes fény, csak megvilágítva van az egész pálya, nagyon hangosan szól a zene, még azzal is számolni kell, hogy kint van mondjuk -3 fok, vagy esetleg 0 fok, ahol melegítünk, és bemegyünk egy 23 fokos fűtött csarnokba, egy fekete függöny mögött állnak a lovak, egyszer csak elhúzzák a függönyt, a zene az nagyon hangosan szól, és ami még nagyon jó volt ebbe a versenybe, hogy gyakorlatilag teltházzal üzemelt a csarnok csütörtöktől vasárnap délutánig, tehát az egész csarnok tele volt, több ezer ember, nagyon nagy élmény volt ott lovagolni. Melyek lesznek a következő versenyek, amire készültök, és mit vársz ezektől a versenyektől? Ezen a hétvégén Budapesten lesz egy kétcsillagos nemzetközi verseny, oda Rikola nem utazik, csak Castro és Carundi, a másik két fiatalabb ló, aki Rikolának a
kísérő társa segítik a munkáját egyelőre, illetve hát gondolom, hogy most már ők is föllépnek nagy díszintre. Utána van még egy Poznám, december 17-től 19-ig, és ott vége az évnek. Ez a poznani verseny, ez már háromcsillagos, még nagyobb verseny, mint a varsói volt, mind a pénzdíjazását illetően, mind a csillagai számát illetően. Az is világkupás verseny. Utána januárban pihenő, illetve már elkezdődik az alapozás, és február közepén pedig Krakkóban a ligának a döntője. Trogmájer Ottóra emlékeztek az Ópusztaszeri Emlékparkban. A rendezvényen stábunk is részt vett. Trogmájer Ottó, dong, 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 dorom. Rézcsörgettyűs dobok szólnak, vasdorombok válaszolnak. Sűrű füstben döng a tánc, cseng a csengő, cseng a lánc. Holdas szarvú fehér bika, százaggal csúsz szarvas bika. Égbe vivő ágat alján száz illatú füvek almán. Sámán ájult, sámán révül, hetedik hét égbe készül. Sipít a síp, reng a föld, újszó új tavaszt köszönt. Gyere, rokjunk mi is táncot, csörgessük a sámán láncot. Botunk csapja rá a ritmust, szájunk szóljon varázsritmus. Fűszer számos tüzek füstjén égben jár a lelkem. Ejregő rejtem, regék lelkét rejtem, az életem véget érjen, hogyha elfelejtem. A Móra Ferenc Múzeum néhai legendás igazgatójára, az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark megálmodójára emlékeztek az emlékparkban, Trogmájer Ottóra. Az emlékpark igazgatója, Kertész Péter köszöntötte a résztvevőket. Szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek a mai megemlékezésre, ami talán egy picit megcsúszott időben, hiszen két éve ünnepeltük az emlékpark 50. évfordulóját, fennállásának 50. évfordulóját. Ez egy picit furcsa dátum volt, kerestük, hogy mi is az az időpont, amikor elmondhatjuk, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark működik, hiszen tudjuk, hogy a 19. század óta ez a terület épül, szépül, ez a terület mindig a magyarságnak egy fontos, jelképes központja volt, de 1970 volt az az időpont, amikor az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, mint a Móra Ferenc Múzeum tagintézménye megkapta a működési engedélyét. Amikor az emlékpark történetét nézzük és kutatjuk, számos név fölmerül. Ki is volt az emlékpark kitalálója, ki is volt az emlékpark létrehozója és ennek motorja. Egy név van, amely mindenkit felülír, és ez a név nem más, mint dr. Trogmájer Ottó neve. A mai napon rá szeretnénk emlékezni, hiszen az ő életműve, azt gondolom, számos olyan ponton alkotott nagyot, amelyre emlékezhetnénk, de talán szívéhez legkedvesebb mégiscsak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt, és halála előtti utolsó útja is ide vezetett az Ányási kápolna avató ünnepségén. Én arra kérek mindenkit, hiszen mindannyian jól ismertük professzor urat, tanár urat, barátai, kollégái, tanítványai az, akik ma megjelentek, hogy az ő emlékét talán egy kis kötetlenebb ünnepségben őrizzük meg magunknak, hiszen az ő személyisége is ezt diktálja, és napokban olvasgattam verseit, búcsúversét is, ahol ő is leírja, hogy nem szeretné, hogyha nagy hivatalos ünnepségekben emlékeznének meg rá, hanem azt szeretné, hogyha mindenki egy pohár ital mellett elpaterkázva, és egy napot is megjelölt, hogy a csütörtöki napot sajnos nem tudtuk csütörtökre tenni a mai megemlékezést, de azt gondolom, hogy nem fog ránk megharagudni azért, hogy pénteken emlékezünk meg róla. Majd Zombori István, a múzeum nyugalmazott igazgatója folytatta a megemlékezést. Én úgy gondolom, hogy itt, ahol a Ópusztaszeri Emlékparkba belépünk, ennél jobb és megfelelőbb helyet nem találhatnánk erre a domborműre, amit mindjárt leleplezünk.
és azt a szemét ábrázolja, akiről ez az egész beszél. Én megértem, és így illik, hogy az igazgató úr öregvíti a hivatalát, ki azt mondja, hogy az Opus Tesseri Emlékpark 50 éves. Nem. 1970 nyarán ott ilyen kis csenerész akácfákat kellett kiirtani, hogy beleássunk, és pont beletrafáltunk a templomba. És még jó néhány évnek kellett eltelni, mire ebből emlékpark lett, de kétségtelen, hogy ez az egész 1970-ben kezdődik, és az egész fölött Rogmeier Otto személye és lelke lebegett és lebeg, és amíg ez van, én szerintem így is lesz. És éppen azért, mert Rogmeier Otto személyében, akit meg kellett szoknom, hogy itten már csak Otto bácsiként emlegetnek azok, akik tanítványai voltak, vagy későbbi munkatársai, valóban egész generációk nőttek fel azon, hogy az 1970-ben egy alkalmi, egyedi kis kvázi leletmentő vagy hitelesítő ásatásnak indult valami, kinőtte magát azzá, ami a föltárt templom és kolostor révén egy igazi európai szenzáció, mindenképpen a magyar középkorunknak, a magyar egyháztörténetnek, kultúrtörténetnek egy kimagasló emléke, ami itt látható, de ami aztán itt hozzájött, az elképzelhetetlen lett volna Rogmeier Otto nélkül. Annélkül a Rogmeier Otto nélkül, aki a magyar régészetben, a magyar muzeológiában, a magyar kultúrtörténetben egy páratlan dolgot vitt végbe, és ezt ma ennyi több évtized távlatából nyugodtan elmondhatjuk. Hiszen arról volt szó, hogy Otto volt az, aki a föllépésével és a kapcsolataival, amint volt valami, azonnal tévét, rádiót mozgósított. És abban a pillanatban ez már nem egy helyi ügy a múzeumnak és néhány embernek, meg egy szűk szakmának a valamije, hanem az egész ország ide figyelt rá. A rendezvény a Dombormű leleplezésével folytatódott, amelyet konferencia követett munkássága előtt tisztelgő előadásokkal. Átadták az M5-ös autópálya le- és felhajtóját Csengelén. Az átadón stábunk is részt vett. Átadták az M5-ös autópálya le- és felhajtóját Csengelén. Ünnepi műsorral kezdődött az átadó, ahol a helyi mazsorettesek és a fúvúzenekar tagjai érkeztek a helyszínre. Dr. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kezdte meg az ünnepi beszédeket. Az útépítés, útfejlesztés jól mutatja egy országnak a fejlettségét, és hogyha a nagy számokat nézzük, akkor jól állunk. 2010 áprilisában 14 megyeszékhely volt a gyorsforgalmi úthálózat része. Az elmúlt években ehhez Eger, Szolnok, Csalgó-Tarján, Sopron is csatlakozott, és már csak néhány kilométer hiányzik Békéscsabánál és Kaposváron is ahhoz, hogy ők is bekapcsolódjanak a gyorsforgalmi utakkal elérhető megyeszékhelyek közé. 25-ig, ha minden jól megy, és hogyha az építőipar is elfogadható árakat képes produkálni, akkor valamennyi megyeszékhely gyorsforgalmi úthálózattal elérhető. Itt azonban egy másik ügyről, egy egészen másfajta történetről van szó, hiszen a korábban már Szeged összekötése Budapesttel megtörtént, mint egy másfél évtizede az M5-ös autópályán itt integethetnek Csengelének a csengeleiek, és ahelyett, hogy néhány száz métert megtennének autóval, az egyik irányból 17, a másik irányból 23 kilométert kellett eddig autózni annak érdekében, hogy elérhessék az autópályát. Ez egy méltatlan helyzet volt. Az akkori, ahogy nekem annak idején polgármester úr elmesélte, ez azért alakult ki, mert a csengeleiek mindig a jobb oldal mellett szavaztak, és a baloldali kormány így büntette ezért a települést. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de az biztos, hogy egy régóta esedékes adósságot kellett most törleszteni. Nem mi állítottuk elő az adósságot, mi is törleszthettük volna előbb, de most végre törlesztettük. Ezért nagyon örülök annak, hogy mindazok, akik Csengel, illetve a környező településeken élnek, most már nem kell, hogy mintegy 20 kilométert autózzanak, hogy a tőlük egyébként néhány száz méterre lévő autópályát elérhessék. Abnormális helyzetet sikerült tehát megszüntetni. A jobb életszínvonalat biztosít ez a rövid útszakasz a Csengelén élőknek, és azt jelenti, hogy mostantól néhány perc alatt az autópálya elérhető. Néhány száz méter útszakasz is ilyen sokat jelenthet, és azt reméljük, hogy
ez a folyamat is része annak az egész országban zajló folyamatnak, hogy vidéken is jól lehet élni, vidéken is hasonló közszolgáltatások kell, hogy elérhetőek legyenek, hiszen akkor az adottságok még jobbak is lesznek. Ezért indítottuk el a Magyar Falu programot, ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minden kis településen megvalósulhassanak azok a tervek, amelyeket a helyben élők tartanak fontosnak, és ezzel tudjuk azt elérni, hogy ne álljon elő az a folyamat, hogy mindenki a városokba megy lakni, hanem sokan gondolják pont fordítva, hogy a városokból érdemes a falvakba lakni menni. Örömmel látjuk, hogy Csengerének a lélekszáma például nem csökken, hanem nő. Sokan választották már eddig is ezt a települést lakhelyül, és nyilván még többen lesznek, akik most azzal, hogy az új csatlakozás megépült, lakhelyül választják. Ugyanígy a gazdaság szempontjából, a munkahelyek szempontjából is kulcsfontosságú az autópályához való közelség, ezen a területen is sikerült most előrelépni. Szeretném megköszönni Farkas Sándor képviselőtársamnak az ehhez nyújtott segítséget. Mondhatnám azt, hogy az elmúlt években találkozásaink jó részén megemlítette azt, hogy addig a barátság nem lehet teljes, amíg Csengere nincs bekötve az autópályára. Köszönöm jelenleg, illetve korábbi polgármester úrnak a segítségét, és köszönjük az útkezelőnek is azt, hogy végül is megépülhetett hosszú idő után az útszakasz. Köszönjük a türelmet Csengere polgárainak, és azt kívánom, hogy sokáig jó egészségben használhassák ezt az útszakaszt. Köszönöm szépen a meghívást! Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője folytatta. Úgy gondolom, Csengere életében történelmi pillanatnak vagyunk a részesei, amikor közel 15 évvel ezelőtt megfogalmazódott az a gondolat, hogy egyszer talán ők is feljutnak erre az autópályára. Most bekövetkezik ez a pillanat. Valóban így van, ahogy miniszter úr említette, 2008-9-től kezdve folyamatosan azon dolgoztunk, vagy próbálkoztunk, hogy egyszer valóban ez a felhajtó, lehajtó elkészüljön. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor a Balázscsai lehajtó és felhajtó hasonló társadalmi összefogással tudott megépülni még akkor, amikor a Kiskunfélegyháza-Szeged közötti autópálya épült, és akkor ebből kimaradt, ebből az összefogásból Csengele, hogy miért, azt a csoda tudja már, de hagyjuk is ezt, hogy miért. De az a lényeg, hogy ma elkészült, és ma átadhatjuk, és itt ezen közlekedhetnek, de én egy picit talán azért tágabb értelemben gondolkodnék Csengelén, mert elismerem a csengelei embereknek a nagyszerű munkáját, kitartását, az itt élő vállalkozóknak, családoknak, de azért ez többet jelent, ez a csatlakozási pont, mint Csengele. Itt két megye, Csongorád-Csanád és Bács-Kiskun megye is találkozik ezen a ponton. Kiskun-Majsa és ez a nyugati része, vagyis Bács-Kiskun megyének a keleti része rá tud csatlakozni, és Csongorád megyéből is Pusztaszer, Tömörkény, még Csanytelek is ide tud majd rájönni erre az útvonalra. Ez azt is jelenti, hogy gazdaságilag is egy nagyon fontos csatlakozási pont. Gazdaságilag is az, hogy nem kell ekkorákat kerülni, valóban ide találnak azok a járművek, ide találnak azok a vállalkozások, mivel közel van az autópályához, tudjuk, hogy azok a települések mindig gazdagabban, jobban, gyorsabban tudnak fejlődni, de ugyanakkor egy hátrányt is fog jelenteni, kedves csengeleiek, az a szép, nyugodt kis életük, amit eddig volt a faluba, az azért nagyon szeretnék az autópályát, de most már számoljanak azzal, hogy több jármű lesz, zajosabb lesz, és ne talán egy kicsit a környezet is meg fog változni. De én azt gondolom, hogy ez a két dolog kiegyenlíti egymást, sőt, a pozitívum egyértelműen ez az útkereszteződés. És én hiszem azt is, hogy ezzel nem csak itt ez a falu, mint Csengele és a környező települések, hanem tágabb értelemben is kinyílik a világ, és azok a fejlesztések, azok az elképzeléseket, melyek itt már évek óta tervezünk, azok mind meg tudnak valósulni, rá tudnak csatlakozni erre a pontra, és valóban a térség fejlődésének az egyik kitörése is lehet. És valóban így van, ahogy miniszter úr is említette, nekünk itt vidéken élő embereknek egy nagyon fontos, mondhatnám, mérföldkő is volt az, amikor a Magyar Falu program elkezdődött. Meggyőződésem, hogy az utóbbi 100 év legsikeresebb vidékfejlesztési programja
a Magyar Falu Program. Ha végignézünk a településeken, kis településeken, az a fejlődés, ami elindult, azok a nagyszerű beruházások, korszerűsítések, azok a Magyarország kormányának e programja nélkül nem jöhetett volna létre. És amikor végigmegyünk ezeken a településeken, mindenütt azt látjuk, hogy az embereknek egy kicsit a szája széle az nem lefele, hanem egy kicsit mosolygósabbá vált. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amikor az emberek értékelik, érzik, hogy törődünk, törődnek velük, és én úgy gondolom, hogy erre a legnagyobb biztosíték a ma működő Magyarország kormánya. Ezt követően Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója mondta el beszédét. Mindenképpen a köszönet szavait szeretném elmondani, hogy ez a projekt így megvalósulhatott, ez sok minden kellett. Szeretném megköszönni a kormánynak, hogy a forrásokat biztosította, a hatóságoknak, hogy az engedélyezésnél tényleg nagyon pozitívan álltak hozzá, és nagyon gyorsan ment. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részed venne, a tervezőknek, a kivitelezőknek a szuper terveket és a nagyon jó kivitelezési munkát, és természetesen szeretném megköszönni kollégáimnak és az AKA kollégáinak is azt, hogy ezt így együtt sikerült összehozni, hogy jó egészséget szeretnék kívánni a út használatához, és óvatosan vezessenek, hiszen a közlekedés azért veszélyes is tud lenni. Köszönöm szépen! A település polgármestere dr. Tóth Tibor zárta az átadót. Ez a most megépült útcsatlakozás, ez nagyon fontos nekünk. Ennek eredményeképpen nekünk, a Csengeléről vagy Csengelére közlekedőknek nem kell több kilométeres kerülőt tennünk. Ez nagyon lényeges, hiszen lerövidül az utazási idő, és jobb minőségi úton érhetjük el úti célunkat. Így életkörülményeink jelentősen javulnak. Ezért hiszem azt, hogy ez a mai nap kisfalunk nagy napja. Az már most jól látszik, hogy az út átadása az itt élők mindennapjait fogja majd megkönnyíteni. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a településünkről. És hiszem én is azt, hogy egyre többen használják majd ezt az új autópálya csatlakozást, hatalmas jelentősége van a falunk életében, mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból. Kívánom én is, hogy minél többen biztonságosan és balesetmentesen használják ezt az útszakaszt. Több évtizedes vágyunk teljesült ennek a csatlakozásnak a megépülésével. Ebben a fejlesztésben benne van településünk múltja, jelene és jövője is. Számunkra ez mutatja, hogy mi is számítunk, a kisfaluban élők életminősége is fontos. Ez a fejlesztés jelzi azt, hogy Magyarország kormánya elkötelezett a vidék fejlesztése iránt, hiszen a vidéki kistelepülések fejlesztése más nem jelezhet csak ezt, és ahogy a faluba beérünk, látjuk azt is, hogy egy tornaterem is épül itt. Szerintem ennél egyértelműbb bizonyítékai ennek nem kell, hogy legyenek. Hálánk jelenül ezért falunkból több korosztály is készült erre a mai ünnepségre, mindenki szeretett volna részese lenni ennek az eseménynek. A gyerekek az iskolában mézes kalácsot sütöttek, ezt majd lesz alkalmunk ugye megkóstolni a rendezvény után. A művészeti iskola diákjai pedig egy színvonalas ünnepi műsorral készültek, amely szalagátvágás után fog következni, így a beszéddel nem is nagyon szaporítanám most a szót, hiszen a műsor ennél jóval érdekesebb lesz. Zárásként kérem, engedjék meg, hogy településünk nevében mindenkinek hálásan megköszönjem az útcsatlakozás megépítéséhez nyújtott segítségét. A szalagátvágás után következő ünnepi műsorhoz jó szórakozást, a harapnivalókhoz pedig jó étvágyat kívánok majd. Köszönöm szépen! Ezután átvágásra került a nemzeti színű szalag, majd ezt követően Antal Imre plébános szentelte fel az útszakaszt. Gratulálok a beruházáshoz, és Isten bőséges áldását kérem a magyar kormány minden tagjára, mindazokra, akik bármit is tettek ennek az útnak a megépüléséért, és azokra is, akik ezt az utat használni fogják. Balesetmentes közlekedést és jó egészséget kívánva mindenkinek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Végül a helyiek ünnepi műsorával és az óvodások által készített karácsonyi mézes kalácsok kiosztásával zárult a rendezvény. Járványügyi zárlatot rendelt el a kormányhivatal, teljes látogatási és intézményelhagyási tilalom lépett életbe a Napsugár otthon Kisteleki székhelyén. Az otthon tájékoztatása szerint a lakók továbbra is fogadhatnak csomagot a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett.
Személyes csomagátvétel a portán történik 9 és 15 óra között.